Mindenkit szeretettel üdvözlök, péntek este van. Ahogy néztem a híreket, nekem fel sem tűnt, hogy időközben 2 hete történt az eset, hogy elítélték jogerősen azokat a főrendőröket, akik a Vizovicki ügyben szerepeltek, és ugye akit a Vizovicki korrumpált. Az az érdekes az egészben, hogy amikor mondjuk rólam egy akármilyen piti történetről van szó, akkor az újságok mindenhol címlapon közlik, hogy Tasnádi Péterrel szemben milyen büntetőeljárás kezdődött, és látványos komandós akcióval letartóztatnak, és stb. Stb. Most pedig elhallgatják, vagy hát legalábbis csak a média leghátsó oldalain lehet olvasni arról, hogy megtörtént a jogerős ítélet a Vizovicki ügyben. Tehát most nem a Vizovicki Lászlóról van szó, hanem azokról a korrupt rendőrökről, akik a Vizovicki Lászlónak dolgoztak, és ez attól felháborító, hogy ezek a rendőrök voltak például Gulyás Imre, a Nemzeti Nyomozóirodának a főosztályvezetője, a Hopka Lajos, a Nemzeti Nyomozóiroda osztályvezetője, akkor a Kalmár Tamás, ő a BRFK-n volt, ami közrendvédelmi osztályvezető, vagy a Koblenz, aki nyomozó. Na, ezek a úgymond tisztességes, becsületes rendőrtisztek, ezek 11 év börtönbüntetést kaptak, illetve nem is börtön, fegyházbüntetést kaptak, bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények miatt, ami azt jelenti, hogy ugye nem is kaphatnak kedvezményt, tehát csontra le kell ülni, az utolsó napig le kell ülni ezt a büntetést. Azt hiszem, hogy a Gulyás Attila és a Hopka Lajos kapott 11 évet, és a Gulyás Imre és a Hopka Attila, bocsánat, a Gulyás Imre és a Hopka Lajos, ők kaptak 11 évet, és a Kalmár Tamás az úgy tudom, hogy 10 évet kapott. A Koblenz meg 9-et, és emellett ilyen 110 millió, meg 67 millió forintos vagyonelkobzást is kaptak. Ezek a rendőrök minden ügyemben részt vettek, személyesen ismerem ezeket a rendőröket, és az a visszásság, hogy akkor, amikor engem letartóztattak, akkor ők a tisztesség, a becsület mintaképei voltak, hitték ezt azok az újságolvasók, vagy médiafogyasztók, akik az ilyen híreket hallgatják, nézik, és ma is azt hiszik, hogy a rendőrök, és hát most nem akarom sorolni tovább, hogy milyen hatóságoknak a munkatársai, azok a becsületes emberek, és azok, akiket elítélnek, azok mind bűnözők. Hát ébredjetek föl, mert erről szó sincs. Itt nagyon sok embernek van baj a fején, nagyon sok ember bűncselekményeket követel, csak éppen nem buktatják le őket. És az ilyen magas szintű rendőrök, az kész csoda, hogy lebuktatták, nem is értem, hogy hogyan nem úszták meg. Valószínű, hogy egy ilyen belháború lehetett a rendőrségen belül, de senki se gondolja azt, hogy most már teljesen tiszta a rendőrség. Természetesen vannak tiszta, becsületes rendőrök is, de én azért találkoztam ezek a magasrangú rendőrtisztek közül elég sok olyannal, aki az alvilág egyes vezetőivel összebútorozott, és komoly pénzeket húztak le. Hát erről szól ez az egész történet, ez egy ilyen kávéház. A Vizovicki László az 2 büntetést kapott, az egyik az 7 év, azt hiszem az volt a költségvetési csalás, vagy fordítva, és 7,5 év a másik. Ez is bűnszervezetben követte el, hát ezeket is egyébként, ha özbüntetésbe foglalják, valószínű, hogy már meg is történt, akkor ő sem fog többet ülni, mint a rendőrök, ezek a magasrangú rendőrtisztek.
Hát aztán biztos vagyok benne, hogy ezeket el fogják bújtatni a börtönökben, a legjobb ellátásban fognak részesülni, valószínű a Kecskeméti, ha bár az nem fegyház, sőt a Tököli sem az, de mert hogy ezek fegyházbüntetést kaptak, és ugye azt már arról beszéltünk, hogy a fegyházbüntetés a legszigorúbb büntetés, az azt jelenti, hogy aki ilyen büntetést kap, az napi 23 órában van bezárva a zárkajtó, és egy óra szabad levegőn tartózkodást engedélyeznek. Én 10 évig ilyen körülmények között voltam, és egyedül voltam egy zárkában, azért tettek egyedül, hogy elszigeteljenek a többiektől, mert a fogvatartottaknak felvilágosítást tartottam, és akik megkértek, azoknak beadványokat írtam, és ez nyilván nem tetszett a vezetőségnek, és ezért elszigeteltek. Hát valószínű őket más miatt fogják elszigetelni, azért, hogy ne keveredjenek a pornéppel, és hogy esetleg ne bántalmazzák őket. Tehát így néz ki ez a történet, és hát majd kíváncsi leszek a folytatásra. Mindenesetre az a férfi, aki a Vizovickinek volt a főembere, a Varga Pisti, aki dobta az egész ügyet, és aztán természetesen a Vizovicki is mindent elismert, és az összes főrendőrre terhelő tanúvallomást tett. A Varga Pisti már nem él, ő tanúvédelmi programban, egyébként Spanyolországban volt, mindenki tudta, hát hiszen az alvilág krémje az oda költözött ki, és általában azok a bűnözők, akik vagy menekülnek, vagy most már jobb útra tértek, és a pénzüket el akarják költeni, az a spanyol tengerparton csoportosulnak. És a Varga Pisti is ott élt, de ő úgy, mint egy védett tanú. Persze hát ott ugye találkozott magyarokkal, hát ez a magyar tanúvédelmi program, úgyhogy mindenki tudta, hogy hol él. De hát természetes halállal halt meg, nem annak következménye, hogy mindenkit elárult. Ennyit tudtam meg erről az ügyről, és ha valakit érdekel bármi, akkor nyugodtan írjátok meg bármilyen ügy, és akkor megpróbálok arra fölkészülni, és elmondani nektek. Mindenkinek kívánok nagyon szép hétvégét. Sziasztok!